Tisztelt Országgyűlés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni miniszterelnök úrnak, miért vált hazánk egy következmények nélkül országgá címmel. Tekintettel arra, hogy a Mi Hazánk frakcióvezetője ezen azonnali kérdésnél előzetesen nem nyilatkozott a személyes válaszadási kérelemről, ezért ezt a határozati házszabály alapján úgy kell tekinteni, hogy a kérdésfeltevő képviselő személyes válaszadást nem kér. Öné a szó, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, de hát hová tűnt Orbán Balázs, mert hogy ő szokott válaszolni a kormányfőhöz intézett kérdésekre. Lemondatták már a hazárulása miatt, vagy csak rejtegetik, hogy aztán ezt az ügyet elaltatva majd folytathassa? Hát nem tudjuk, majd kiderül. Tisztelt miniszter úr, azt viszont még mindig nem tudjuk, egyáltalán nem is sejthetjük, hogy a Mossad budapesti partner vagy fedő cégének terrorügyében miért nem rendeltek el még mindig nyomozást, hiába tettem feljelentést 12 nappal ezelőtt, a házkutatás hiánya miatt még rögtön a botrány kipattanásának napján. Pusztán annyit válaszolt a BRFK, hogy áttették a feljelentésemet a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda részére, melyet hiába sürgettem azóta is, ma is csak ezt a tájékoztatást kaptam, miszerint feljelentést, kiegészítést rendeltek el, tehát tovább húzzák az ügyet azóta is, még mindig nem rendeltek el nyomozást. Viszont a családellenes arc óriás plakát propaganda 5 nappal későbbi kijavítása miatt már nyomoznak a Mi Hazánk aktivistái ellen, kihallgatást is tartottak. Hát nem érzi az aránytalanságot? Bár a libanoni terrorakció magyarországi szála miatt nyomozást elrendelni nem hajlandók, azt már azért az első nap határozottan kijelentették a magyar hatóságok, hogy Magyarországon soha nem is voltak ezek a személyhívók, hát persze ugyanezt állítja Bulgária is, tehát igenis indokolt volna a nyomozás. Valójában a magyar kormány felelőssége, hogy engedi hazánkat belerángatni Izrael egyre szélesedő népirtó háborújába. A Mossad féktelen magyarországi garázdálkodása nemzetbiztonsági károkat és terrorveszélyt is okoz természetesen, jó hírünket rontva pedig külgazdasági kapcsolataink esélyeit is csökkentik, főként az arab országokban. Egy példátlan terrorakcióban van a magyar kormánynak tehát felelőssége, ezért kérdezem öntől most, hogy ez a kormányzat támogatásával, vagy csak a titkosszolgálati mulasztásával valósulhatott meg. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Viás Gergely miniszter úrnak, parancsolja miniszter úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Számtalan témát érintett, amelyekre nehéz 2 percben válaszolnom, de az első, ami Orbán Balázs védelmében kell, hogy elmondjam, hogy amit ön állított, az nem felel meg a valóságnak. Ha visszakeresi az elmúlt 2,5 év jegyzőkönyveit, akkor heti váltásban vagyunk itt Orbán Balázsra, a miniszterelnököt helyettesítendő, és most én vagyok. Ez nem az események miatt történt így, vagy nem a pénteki nyilatkozata miatt, hanem így volt eddig is, és legközelebb pedig ő lesz. Tehát, hogyha tőle kíván kérdezni, akkor erre is van lehetőség. Egyébként pedig még akkor is, hogyha senki nem vitatja, maga Orbán Balázs is elismerte, hogy hibázott és félreérthetően nyilatkozott, azért önöktől az ember azt várná, hogy egy olyan kampányhoz, amit a baliberálisok csak azért folytatnak, mert a saját viszonyuk 1956-hoz az eddig feltétlenül kétes volt, és most ennek legitimációját látják egy politikai ügyben, ahhoz szerintem önöknek nem feltétlenül kell, főleg ugyanabban a formában csatlakozni. De ami a kérdésnek lényegi részét illeti, büntetőeljárásokkal kapcsolatosan, a büntetőeljárás érdekét nem sérti akkor a rendőrség, illetve az ügyészség, mint a nyomozást felügyelő szerv tud önnek tájékoztatást adni. Én azt tudom csak mondani, hogy a magyar állam a saját nemzetbiztonsági érdekeit mindenek elé helyezi, semmilyen más állam vagy állami érdek nem kerülhet a magyar nemzeti érdek érvényesítése elé, és ennek megfelelően működnek a titkosszolgálatok is. A konkrét esetben pedig semmilyen állami érintettség nincsen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr, válaszát. Önni a szó, képviselő úr. Viszont válasza 1 percben. Miniszter úr, Orbán Balázs nem félreérthetően, hanem gyalázatosan fogalmazott. A baloldal kétségkívül álságos ebben a kérdésben, minket azonban Pongrácz András 56-os korvinközi szabadságharcos indított utunkra, ezért igenis ez hazárulásnak kell nevezzem. Miként azt is, hogyha Izrael oltárán feláldozzák a magyar érdekeket, és sajnos ezt láthatjuk,
Sőt, hát közben kitiltott a Nemzetbiztonsági Bizottság általam kezdeményezett üléséről a kormánypárti többség. Noha a Mi Hazánk képviselőjeként sikeresen átmentem a nemzetbiztonsági átvilágításon. Hiába kezdeményeztem egyébként a Nemzetbiztonsági Bizottság sürgős vizsgálatát, annak jobbikos elnöke nem is hívott össze rendkívüli ülést ebben a példátlan terror ügyben, majd a következő tanácskozásukon külön napirendi pontot sem javasolt áldozni az ebben való magyar felelősség tisztázására, és az, hogy mindezek után immár rendszerszerűen kitiltanak egy önálló listán parlamentbe jutott pártot egy országgyűlési bizottság üléseiről, abból soha az zárt ülésre betekintés nem biztosítva, ez azt gondolom a magyar parlamentarizmus szégyene is, amit folytatnak. Tisztelt Országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszter urat, parancsoljon miniszter úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő úr, az a határozott vélemény, az a helyes, hogyha egy bizottsági tag részt vehet annak a bizottságnak az ülésén, aminek maga is tagja, hogyha ezt egy jobbikos elnök megakadályozza, akkor van parlamenti eljárásrend ennek kifogásolására. Arra ugyanakkor felhívom képviselő figyelmét, ha már ilyen ítéletes Orbán Balázzsal, hogy abban, ami a Jobbikban történik, én úgy érzem, hogy kettőnk felelőssége nem egyforma, és nem az enyém a nagyobb. Köszönöm szépen.